Nem sokat teketóriázott a hazai gárda a meccs elején, rögtön támadásba lendült, aminek köszönhetően már a második percben helyzet alakult ki a látogató kapuja előtt. A 29. percben Keceli Krisztiánt buktatta az egyik vendégvédő a büntető területen belül, a megítélt 11-est a sértett magabiztosan belőtte. A vezetés megszerzése nyugtatólag hatott Kardos Ernő edző tanítványaira, akik a folytatásban is az addigi gyors és pontos labdajáratást alkalmazták, ám előnyüket nem tudták tovább növelni. Az első félidő hátralévő részében az eredmény már nem változott. A csapatok a DFC legénységének 1-0-ás előnyével vonultak a szünetre az öltözőbe. A pihenő és a fordulás után a 49. percben Papp Gábor cselezett a baloldali alapvonal közelében befelé, majd középre gurítását Balogh Szabolcs néhány lépésről a kapuba helyezte. A 67. és a 73. perc között 4 találatot értek el a szenzációsan focizó házigazdák. Valamennyi próbálkozásukat siker koronázta. Előbb Keceli Krisztián tüzelt balról 6 méterről, labdája kipattant a jól helyezkedő Portrásról, ám arra jól csapott le Baradics Tamás. Azt követően Horváth Árpád 8 méterről lőtte ki a jobb alsó sarkot. A következő akciónál újból Bradics Tamás volt az előkészítő, a bal oldalon megiramodó Keceli Krisztián balról 9 méterről gurította a labdát a hálóba. Végül ismét Bradics Tamás köszönt be egy szép csellel, 13 méterről kipokhálózta a Kakas Diak kapuját. A találkozó lefújásai további gólokat, kecsegtető helyzeteket alakítottak ki riválisukkal szemben a dombovári labdarúgók, de azokat mind elpuskázták. A DFC gárdája a második játékrész közepén produkált kitűnő teljesítményével kiütéses 6-0 arányú diadalt aratott a Kakas Diakkal szemben. Az első fél időben, nem tudom az okát, tompák voltunk, inkább dekoncentráltak voltunk, aztán a szünetben kicsit megemeltem a hangomat, sőt, tehát nem sokszor szoktam, de most kicsit kifakadtam, és elmondtam nekik, hogy ez a játék a második fél időben kevés lesz, ez egy kellemetlen ellenfél, és hogyha meg akarjuk nyerni ezt a mérkőzést, akkor elsősorban a fejbe váltani kell, sokkal koncentráltabban és agresszívabban kell játszani, és fölve kell válni a futást. Az első fél időben nem futottunk minőségbe, csak totyogtunk. Aztán a második fél időben, hogy fölvállaltuk a mélységi futásokat, jöttek a szebbnél szebb gólok.